Derűsen szép estét kívánok, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket. A játékosoktól holnapig egy kis elnézést kérek, mert felvételről láthatják a beszélgetést. Azonban egy olyan témáról beszélgetünk mai vendégemmel, dr. Kozák Rékával, a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Egyesület elnökasszonyával. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Amely téma ugyebár mindenkit érdekel, vagy azért, mert kutyákat tart és szeret, és van, aki pedig hát a kutyákkal úgy szeret foglalkozni, hogy ő maga nem tart kutyákat, de valamilyen módon támogatja ezt a gondolatot. Milyen évet zárt az Egyesület? Először is szeretettel köszöntöm a tévénézőket, és köszönjük szépen, hogy ismételten megszólalhatunk. Így az egyesületünk, meg főleg a kutyák nevében is. Hogyne. Köszönöm. És hát azt kell mondjam, hogy nem volt rossz az évünk, mindent összevetve. Sajnos az anyagi lehetőségeink továbbra is nagyon korlátozottak, úgyhogy ez azért sokszor megakadályoz minket nagyobb lélegzetű tevékenységekben. Viszont összességében az örökbeadási, illetve befogási statisztikánk azt kell mondjam, hogy meglehetősen jó, főleg ahhoz képest, hogy kis egyesület, kisvárosban, és hát tudjuk, hogy a megyénk ebből a szempontból elfelejtett megyék sorát gyarapítja. Hát nagyon. Az állattartási szokások és ugye az állatvédelem, vagy hát az állatvédelem, úgy mondjam, specifikáció szempontjából is. Sajnos minden esetben azt tapasztaljuk, hogy nem ide terveződnek pályázatok, nem ide, nem erre a tevékenységi körre lehet igénybe venni, így aztán továbbra is ugye az állatvédő egyesületek általában országosan, de főleg az elmaradottabb megyékben állandó pénzgondokkal küzdenek. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy csináljuk, amit tennünk kell, a kolléganők nagyon oda teszik az életüket, meg saját magukat és minden energiáikat is a feladatok megoldásába, úgyhogy nekik is köszönöm ezúton is, és nagyon büszke vagyok rájuk. És ugye a nézők is emlékezhetnek arra, hogy nemrégiben beszámolt az Egyesület, a képviselőtestület egyik ülésén. Nyilván, hogy nem megyünk bele akadémiai részletekbe, de azért visszatérhetünk, hiszen sokan látták, sokan meg nem látták, csak hallottak róla, hogy reagált a testület a munkátokra. Én úgy gondolom, hogy a testület is, és nekik is ezúton is köszönöm az egész éves támogatásukat, azt a mondhatni, hogy megelégedettséget tapasztaltam, amit nagyon szerettem volna eddig is már, meg hát korábban is ebben a tevékenységi körben tapasztalni. Úgy veszem észre, hogy meg vannak elégedve a munkánkkal. Nem tudom azt mondani, hogy panaszmentesen tudunk dolgozni, hiszen mindig vannak olyanok, akiknek nem tudunk megfelelni, de összességében a képviselőtestület elégedett volt velünk, ők is támogatásra biztatták a lakosságot is, úgyhogy úgy gondolom, hogy az együttműködésünk kifejezetten jó úton és egyenes úton halad. És akkor rá is térhetünk a ez év célkitűzéseire. Kicsit azért beszéljünk a mai helyzet ismeretében a telep eddigi fejlesztéséről és a várható szerint is továbbfejlődésről. Az idei évben azt kell remélnem, hogy így mondjam, hiszen még nem kaptunk azért jogerős támogatási döntést, de hogyha ezt megkapjuk, akkor az idei évben nem is apró fejlesztésekről beszélhetünk. Hűha, akkor ez nagyon reményteljes. Egy közel 6 millió forintos projektre adtunk be támogatási kérelmet, ami helyi szinten támogatásra alkalmasnak bizonyult. Most a támogatási sorban a minisztériumi jóváhagyás vár még ránk. Állítólag, legalábbis ezt hallottuk, nem hivatalos forrásokból, hogy ez már mondhatni formaság, tehát hogyha helyi szinten támogatásra alkalmasnak tartanak egy projektjavaslatot, akkor az elméletben meg fogja kapni a központi támogatást is, amit nagyon remélünk, mert úgy gondolom, hogy nagy szükség lenne rá. És sajnos ezt civil szervezetként saját erőből nem tudunk erre komolyabb összegeket fordítani. Ez egy gyakorlatilag a teljes, ugye két kenelsor van a telepen, és a teljes első kenelsornak az újraépítése, lebontása és újraépítése, meg ehhez kapcsolódó térkövezés, csatornázás, tehát olyan fejlesztések, amikre már nagyon régen szükség lenne, csak nem volt ráfordítható eszközünk. Igen.
azt sejtetik, vagy sejthetjük-e, hogy mikorra várható? Tavasz, március környékére ígérték, bízunk benne, hogy ez valóban úgy is lesz, és akkor a tavaszi időszakban meg is történhet. Addigra reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, építési munkálatokra alkalmas, és akkor nekiállhatunk a komolyabb feladatoknak. Ha ez fel tud épülni, akkor több kutyust tudtok befogadni ott a telepen, vagy nem ez a... Nem, darabszámra nem lesz több. Ez igazából az első kennelsor az már viszonylag régen épült, és hát sajnos folyamatos használat alatt áll, bár mondhatnám, hogy üres, de nem. És a kivitelezése nyilván hát megsínylette a folyamatos használatba vételt, elrohadtak a vasak, tehát gyakorlatilag nem biztonságosak a kennelek, nem tudunk biztonságosan bezárni kutyákat. Sok volt a kiugrálás, még az a szerencse, hogy nem kerítésen kívülre, de voltak szökések is, és ezt azért semmiképpen nem tartjuk kívánatosnak. Igen. Úgyhogy mindenképpen fontos lenne egy valóban tetővel ellátott és stabil kennelsort felépíteni. Darabszámra ugyanannyi lesz, ugyanakkor talán jobban kihasználható, mert a tervek szerint ebben már nem lesz beépített kutyaház, hanem csak tehát magunk rakjuk be a szigetelt kutyaházat. Több lesz a mozgástér a kutyának, bár nem sokkal, de több lesz, és hát nyilván így taktikusabban tudjuk elhelyezni az esetleges párokat is. Igen. Beszéljünk egy kicsit a munkatársak kinti ténykedéséről. Hány fős személyzet látja a kutyákat jelen pillanatban? Két kolléganő dolgozik kint, ők a közmunkaprogram keretén belül, illetve tehát ők akkor önkéntes. Igen, ők állandóan már. Most már 2 éve állandóan, illetve egy harmadik kolléganő, aki önkéntesként és időközönként, hogyha sikerül, akkor napi bejelentéssel tudjuk őt foglalkoztatni, egyébként pedig ingyenesen végzi a munkáját. Úgy gondolom, hogy mind a hárman nagyon lelkiismeretesen látják el a feladatot. Az időjárás, mint most is látjuk, nem igazán szolgálja hát őket sajnos. Teljesen, igen. De mindent megtesznek a gondjaikra bízott kutyusokért, és hát ezt a visszajelzést kapom folyamatosan a látogatóktól is, hogy nagyon elégedettek a körülmények. Látogatottság milyen ilyen téli időszakban? Most a mai nagyon rossz időt kivérve tegyük fel, amikor szép csendes. Azt kell mondjam, hogy mondhatni megemelkedett. Volt az őszi időszakban, biztos, hogy ez is hozzájárult, a könyvtárnak egy családi vetélkedője, igen, és annak igen, egyik pontja az is a telepre látogatás volt, amit mi is nagyon mondhatni, hogy nagyon örültünk neki, hiszen... Gondolom a kutyusok is. Ők is kifejezetten, mert rengeteg segítség volt, meg sokszor, ugye hát nyilván hétvégén érnek rá jobban a látogatók, és hétvégén nagyon sok segítsége volt a kint dolgozó önkénteseknek, úgyhogy nagyon örültünk neki. Meg hát az, hogy be tudunk mutatkozni, azért ez úgy gondolom, hogy minden esetben nagyon fontos. Igen. Akkor folytassuk a lakossági hozzáállással, úgy unblock, ugye, mert ez egy örökzöld téma minden tekintetben, minden részletében. Így van. Hát erre már nem mondhatnám, hogy annyira pozitív a tapasztalatom. Annyira nem felhőtlen, igen. Összességében azt kell mondjam, hogy főleg emiatt is, hogy be tudunk mutatkozni egyre több fórumon, egyre több lehetőségünk van közelebb kerülni a lakossághoz. Úgy gondolom, hogy összességében egyre nagyobb elismerés övezi a munkánkat. Persze mi jobban megérezzük azt, hogyha valaki esetleg panasszal fordul felénk, és esetleg nem azon a hangnemen, amit az ember udvarias emberektől elvárnak, akkor az sokkal jobban a lelkünkre vesszük, még egy-egy ilyen esetet igen, is, igen. Ha ezek elszigetelt esetek szoktak lenni. Továbbra is azt kell mondjam, hogy a kóborkutya állománnyal küzdünk meg legjobban. Tehát az változatlanul probléma. Ez igazából azt kell mondjam, hogy hozzáállás kérdése, tehát ezen mi bármit csinálunk, nem tudunk alapvető változásokat elérni, nyilván meg tudjuk tenni, hogy az adott kutyát befogjuk, vagy akár 4-5-6-ot, de ezek fél éven belül újra termelődnek. Tehát bármit is csináljunk, mi igazából a lakosság, tehát a gazdájuk, tulajdonképpen a gazdájuk, mint tudjuk, sose a gazdájuk, csak beszökött a kutya, mert minden kutya csak úgy beszökik. Hogyne, fogja magát és beszökik. Igen, az úgy rendszeresen előfordul a városban, és enélkül, tehát az ő hozzáállásukon változtatni mi magunk nyilván nem tudunk. Ehhez kellene valamiféle ráhatás, amit nem tudunk igazán biztosítani. Igen. A
lakosságnak, akkor folytassuk a itt maradva hozzáállásnál, hogy az ide kihozott kutyusok milyen terminusokba tudnak mondjuk az állszeme, a kutyák személyi állománya szó szerint cserélődni. Azt hiszem, hogy az idei évben nagyon kevés olyan van, talán 2-3 olyan kutyánk van, aki mondhatni bent ragadt az előző évekről. Hát ez nagyon jó arra. Gyakorlatilag teljes állománycsere volt, ami azért mindenképpen pozitív. 110 kutyát fogtunk be a tavalyi év során, ami saját befogás volt, tehát nem leadásként került. Ezek közül voltak, akiket a mezőr segítségével, most ez egy ugye viszonylag új együttműködési terület az önkormányzattal. És ez beválik? Be. Vannak bizonyos helyek, ahol másképp nem tudjuk, másképp tehát nem alkalmazható semmi más megoldás. Nagyon sok pénzt áldoztunk arra, hogy kikísérletezzünk, hogy úgy mondjam, baráti vagy nézőbarátabb megoldásokat, de működésképtelenek, úgyhogy ez az egyetlen, ami maradt. Ez úgy gondolom, hogy működőképes. 17 kutya került ilyen módon befogásra itt az őszi időszakban, és előtte pedig az a 93 darab, akiket az Egyesület megtudott, tehát akik jöttek szóra, vagy egy kis élelmiszerre is sikerült más módon befogni őket. Ezek közül egyben sem volt mikrocsip, ami azért így 6 évvel a bevezetése után, meg a kötelező jellegű vétele után. Elég elgondolkodtatok, hát mondhatni, hogy elszomorító az eredmény, hát, hogy továbbra is itt tartunk, hogy egyszerűen van, aki negligálhatja ezt a jogszabályt, és hogy én nem. Igen. És ezt úgy gondolom, hogy ezt mi erre megoldást találni nem tudjuk. Pedig hát számtalanszor elmondtátok, hát és hogy... Milliószor, tehát ez tényleg nem... Rendkívüli haszna van ennek a mikrocsip. Igen, és ugye sokszor pont azt nem értik meg, hogy aki ugye állítólag szereti a kutyáját, ugyanakkor nem csipelteti be, sokszor a kutya kikerül a telepre, vagy volt olyan, igaz az nem Szarvason, hanem szomszédos településen a téli időszakban, hogy 3 napig fagyoskodott a kutya a benzinkúton, mert hiába ugye nem volt benne mikrocsip, nekünk nem szóltak, aztán a Szent Andrási önkéntesünk kiment, megnézte, persze, hogy nem volt, és nem tudom már, hanyadik ilyen közösségi oldalas megjelenés után valaki egyszer felismerte, hogy jaj, hát tényleg ez az enyém. És hát belehalt a kutya abba a 3 napos fagyoskodásába, holott ha lett volna benne mikrocsip, akkor körülbelül 1,5 órával a szökése után megtaláljuk és haza tudjuk adni. Igen. Tehát ezt így, nem tudom, ez olyan mértékű felelőtlenség, főleg, hogy a kutyák oltatlanok is. Hiszen mikrocsip nélkül nem lehet oltást kapni, így van. Oltatlanok, ha oltatlanok, akkor nyilván a féreghajtásra sem áldoznak, mert miért? És ezek mellett, a kutyák mellett kisgyermekek élnek. Hogy ezt a szülő hogy engedheti meg magának ezt a mértékű felelőtlenséget, hogy zoonotikus fertőzéseknek teszi ki a kutyát, ami tudjuk, hogy azért majd minden állatban benne van, hiszen nem véletlenül rendszeresen felhívjuk a figyelmet a féreghajtás fontosságára is, és egyszerűen nem, tehát e fölött átsiklanak. Igen. És akkor mondjuk most azért jó példákat is, hogy nyilván nagyon sokan pedig felelősségteljesen. Így van, vannak azért, úgy gondolom, hogy ennek is köszönhető, hogy a támogatottságunk viszonylag magas, hiszen azért egyre többen vannak, akikre tudunk hatni valamilyen módon, ha más nem egy megosztással, vagy bármivel, ami egy kicsit szíven találja az illetőt, és hogyha csak egy embert meg tudunk 10-ből győzni, én úgy gondolom, hogy már nagyon jól előre haladtunk, és hát annak is köszönhető, hogy az Egyesület nagyon, nagyon keményen kezeli ezt a kérdést, a telepről kivinni kutyát csak és kizárólag oltva, csipelve, ivartalanítva lehet. Mert ha ezt nem tennénk, akkor egyrészt a visszakerülési rátánk valószínűleg sokkal rosszabb lenne, mint volt, meg nyilván a saját magunknak csináljuk a munkát hosszú távon. Igen. Tehát úgy gondolom, hogy minden felelős állatvédőnek ez az elsődleges feladat, hogy ezt a 3 beavatkozást elvégeztesse, és innentől kezdve akkor olyan borzasztó nagy baj talán már nem lehet. Igen. Mi a trend jelen pillanatban, hova kerülnek a kutyusok a telepről? Itt helyben tudjátok, vagy a szélrózsa minden irányában? A szélrózsa minden irányában. Tavaly is volt, külföldre is kerültek örökbefogadott kutyáink.
Bár ez, tehát nem tömegesen adjuk ki a kutyákat, hanem csak és kizárólag egyenesen gazdához mehet. Hát ez az nagyon nem mindenki így csinálja, és ugye nyilván ez egy említésre méltó dolog, azt kell mondjam. Ezen kívül ugye városokban azt kell mondjam, hogy nagyobb az örökbefogadási kert, tehát Budapestre, nagyobb városokba gyakrabban kerülnek kutyák, mert nyilván más a hozzáállás. Nyilván egy nagyobb, nagyvárosi ember inkább hát, igen, a mentalitásban van egy változás, vagy egy különbség. És hát helyben is azért viszonylag sok kutyát tudunk kiadni. Itt is már azt kell lássuk, hogy egyre jobban, vagy egyre felelősebben, tehát nem lánc végére megy ki a kutya, mondjuk arra nem is adunk, hogy most valahová kikötik egy fához. Még a telepőr kutyákat is válogatják, igyekeznek, nyilván mi is igyekszünk mindig a kutyára minden tudható jellemvonást elmondani. Úgyhogy nagyon, hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon kevés a visszaérkező kutyánk, és ez pozitív mindenféleképpen. Igen. Most, hogy említetted ezt a nem lánc végére, jó néhány évvel ezelőtt már fölvezetted, nem egy beszélgetés során, hogy ezeket a jogszabályi változásokat, azóta ugye hatályosultak, gondolom én, hogy jelen pillanatban nem csak nálunk itt Szarvason, úgy azért van rálátásotok nyilván a többi településre, akár megyén belül, megyén kívül országos szinten is, akár mi a jellemző a lakosság hozzáállására? Be is tartják ezt? Úgy, most nem a kóborkutyákra gondolok, persze, hanem úgy általában kutyatartása. Változó, azt tehát kell mondjam. Változó. Nyilván azok, akik egész életükben úgy nőttek föl, hogy a kutya az a lánc végén éldegél, azoknak ott is fog továbbra is. Voltak a tavalyi évben is megrázó, ez komolyan tragédiának minősíthető esetek, hogy a kolléganők kimentek egy helyre, ahol találtak egy a lánc végén éhen halt kutya tetemét. Egy olyan ingatlanban, amit laktak nem sokkal korábbi. Tehát, hogy ott szomszédok elhallgatták, hogy ott egy kutya gyakorlatilag halál tusájában vonyít heteken keresztül, hiszen az éhhalál az hosszú ideig eltart. Igen. És ennek ellenére senkinek eszébe nem jutott, hogy telefonáljon nekünk, vagy bármit, tehát hogy egyáltalán bármit tegyen, vagy a szomszédnak szóljon, vagy a családsegítőnek, vagy bárhová, amit egyáltalán, tehát egy fórumot találjon arra, hogy tehát ezt így, ezzel nem tudok megbarátkozni. Hát ezzel nem is lehet, mert ez amikor az ember ugyanígy néha ezeket a borzalmakat látja, hál' Istennek nem minden nap, de azért vannak kirívó esetek az országon belül, imi tamot, tehát az valami rettenetes, hogy az mire nem tudnak, meg mire tudnak vetemedni egyes emberek. És a legdöbbenetesebb mindebben az, hogy a kutyatartás nem egy kötelező feladat. Hát tehát ez az, pontosan. Nem kell, nincs senkire rákényszerítve, hogy de már pedig egy kutyát tartani kell. Nem kell. Tehát el lehet érdegélni kutya nélkül kiválóan, hogyha valaki nem szereti, akkor nem is tudom, hogy miért veszi magához. Igen, hiszen ez a kutya az olyan társa az embernek, hogy igényli, hogy foglalkozzak vele. Így van. Tehát lehetőség szerint minél többször, csak hát ebben a rohanó világban ugye egy kis szervezésre, de megoldható minden. Én úgy gondolom, hogy minden megoldható, hiszen nekik sok esetben már az is elegendő, hogyha az ember jön-megy egy kicsit a környezetében, vagy a kerti munkánál mellette lehet, vagy netalentán beengedi az előszobába egy kicsit. Tehát igen, igazából igen. Ők oly kevéssel beérik, de az, hogy valaki azért tartson állatot, hogy ott valami vonyít a kert végébe, hát ezt egyszerűen nem tudom kezelni, megmondom őszintén. És a láncos esetek, visszatérve ugye a kérdésre, igen. A láncos esetek ezek szoktak lenni. Tehát, hogy oda ki van kötve, és akkor, mert azért az úgy kell, vagy nem tudom, része az ingatlannak, vagy valami, csak aztán utána az ingatlan mondjuk eladják, és akkor már ott, akkor most már kezdjünk vele valamit. Igen. És vagy ott hagyják, vagy sok, két kutyánk is van, aki úgy került ki, hogy a gazdi egyszerűen gazdi, hát az, aki ott tartotta őket, az egyszerűen fogta magát, elköltözött valahová, és ott hagyott két állatot az udvarban. Igen. És ugye, hát persze, hogy aztán nyilván gondoskodni próbálunk róluk, hiszen mit tehetnénk, most hagyjuk őket éhen halni, hát az sem egy megoldás semmire. Jó van.
És erre sajnos nincs jó megoldás, nincs kényszer arra, hogy az állatokról igenis tessék gondoskodni, nincs kényszer arra, hogyha valaki örököl egy ingatlant, akkor igenis megörökölte vele az állatot, hiszen azt a törvények vagyontárgynak minősítik, tehát az is az örökség része is. Igen. Azt már senki nem ellenőrzi, hogy arról igenis tessék valamilyen módon gondoskodni. Pedig hát ezzel kéne, hogy járjon, de egy egészen más szemléletmód váltás kellene hozzá. Okay. Nem szoktuk megkerülni ugye az anyagi lehetőségeket, az nagyon biztató visszatérve a pályázat, hogy lesz ilyen fejlesztési lehetőség a telepnek, de mondjuk ez most egy kicsit félretéve, a múlt évi apanázsotok, az önkormányzati támogatás mentén, vagy azon túlmenően, hogy tudott összeállni? Hát mondhatni, hogy hajszálra fedezi a szükségleteinket. Tehát úgy szépen szűken kijöttetek. Meglehetősen szűken, tehát nyilván a támogatás ugye az állati melléktermékgyűjtő állomásra irányul, tehát annak a feladatnak az ellátásáért kapjuk. Igen. És arra éppen, hogy elegendő, valami minimális összeg megmarad arra, hogy átcsoportosítjuk. Ez nyilván arra se lenne elegendő, hogy egy hónapig etessük a kutyákat belőle, tehát önmagában sajnos nem túl sok, de a semminél több. A többi az, ami mi saját gyűjtésünk, illetve saját anyagi lehetőségeink, azt szoktuk bele investálni ebbe a feladatba. Nyilván azért, mert nekünk a kutyák a fontosak. Tehát egy önkormányzat esetében a kutyák az biztos, hogy a sokadik téte, hiszen iskolákat kell üzemeltetni, közszolgáltatásokat működtetni. Nekünk civil szervezetként, hogy úgy mondja, megengedhetjük magunknak ezt a luxust, hogy ők legyenek az elsők. Ugyanakkor azért megkaptam az idejémet is többször, hogy miért nem fogadunk be egy kutyát, hiszen ezért van a menhely, hát nem. De azért elég rosszul kezelem, hogyha valaki ilyen udvariatlanul áll hozzánk, amikor segítséget kér. Nem közpénzből működünk, tehát úgy gondolom, hogy senki nem jöhet most azzal, hogy az ő adójából tartjuk fönt, mert nem. Igen, nyilván. Mindig igen hatásos el szoktuk volt azt is mondani, hogy mi mindenben tudnak a polgárok segíteni az Egyesületnek. Akkor ezt ragozzuk egy kicsit végig, hogy ha valaki tevőlegesen szeretné támogatni a kutyák életvitelét egy kicsit, akkor hogyan és milyenként. Most próbálom magamban a sorrendet összerakni, és az, amire a legnagyobb szükségünk van. Azt kell mondjam, hogy a legnagyobb szükségünk, bár ezt tudom, hogy furcsán hangzik, de férfi munkaerő, tehát semmi más nem jelentene akkora segítséget most, mert főleg a tavaszi fejlesztés kapcsán. Ehhez, hogy ezt meg tudjuk valósítani, azért sok átalakításra lesz szükség. A kutyákat addig, amíg ez történik, el kell helyezni. Ehhez kifutókat kell kialakítani, tehát nagyon nagy szükségünk lenne férfi munkaerőre, és sajnos azt kell mondjam, hogy az önkénteseink is hölgyek. Igen, nagyon ritka az, hogyha... Most itt a férfiakra, ahol számítotok, még részfeladatban a kutyák kivitelébe, vagy magában az építkezésben? Nem, az építkezés az nyilván kivitelező fogja végezni, ott is lesz biztos szükségünk tehát ilyen apró segítségre. Inkább amiatt, hogy vannak a telepnek, ugye ez egy meglehetősen nagy terület, vannak tehát olyan kihasználatlan részei, amiket most szeretnénk kialakítani, vagy mozgatható kennelekkel, vagy kisebb futtatókra, hogy ugye addig a kutyákat arról a 16 kennelről el tudjuk helyezni, amíg a fejlesztés zajlik. És ehhez szükségünk lenne erdőírtásra, vagy hát ilyen majdnem, hogy erdőírtásra mondanám. Kis tereprendezés, így van, kerítésjavítás, heggesztés, amit ugye a hölgyek nem igazán tudnak hát nem, megcsinálni. Nem. A napi munka mellett meg ez szinte megoldhatatlan feladat is. Úgyhogy erre aztán nagyon nagy szükségünk lenne, hiszen a mozgatást ők maguk megoldják, lehet természetesen csatlakozni abban is, hiszen az is nagy segítség. Igen. De ez lenne a legnagyobb, hogy legalább a jó idős hétvégéken egy-egy fiatalember megjelenne, egy-két óra hosszára már az is hatalmas segítség lenne. Igen. És hát nyilván, amit sajnos nem tudunk sosem letagadni, és tudom, hogy már
hiszen mindenkinek ugye egy kicsit zavaró lehetek, de a pénz az, ami mindig a legjobban kell. Hát nagyon sok, a tavalyi évben szerintem rekord mennyiségű táp és egyéb adomány érkezett. Ettől függetlenül, és tudom, hogy nem kívánok hálátlannak tűnni, hiszen ezért pont olyan hálásak vagyunk, mint az anyagi eszközökért, de ugye az állatorvosoknak táppal nem tudunk fizetni. Igen, és a költségeink 90%-a az állatorvosi költség, tehát az sajnos ezt valamiből fedezni kell. Az 1% meg még messze van. Igen, hát az még egy kicsit odébb lesz, de gondolom, hogy abból is csöpög valamennyi, csak messze van. Igazán. Növekedett az összeg a tavaly előtti évhez képest. Tavaly előtt 1.200.000 forint volt, azt hiszem, vagy a körül. Így kerekítve, most 1.500.000, tehát úgy azért volt egy kis növekedés. Ugyanakkor azt kell nyilván ezt tekintetbe kell vennünk, hogy nem tervezünk túl sokkal, hiszen az adóbevallásoknak ugye ez a készítési módja, hogy külön kell az 1%-ról rendelkezni, ez sokaknak nem az, hogy elveszi a kedvét, hanem egyszerűen elfelejtik, és emiatt, ha csak nem koncentrál valaki a feladatra, ez pont a civil szervezetek sínlik meg, hogy így mondjam, hiszen még annyira sem számíthatnak, mint korábban. Nekünk azt kell mondjam, hogy talán az örökbefogadó gazdiaink azok, akik ugye stabil bázist jelentenek ebből a szempontból. Hát ők tudják. Igen, és ugye nyilván ők elég fontosnak érzik, hiszen jártak már kint, megnézték a többi kutyát, és elég fontosnak találják ezt ahhoz, hogy igen, mindig rendelkezzenek róla. De az, aki úgy nem igazán, jó, ha éppen előtte van, akkor aláírja, de ha nincs előtte, nem írja alá. Ugye őket kellene valamilyen módon megfogni, csak őket még sajnos nem nagyon tudjuk megközelíteni. Igen, igen, igen. És akkor folytassuk az egyéb jellegű adományokkal, mert hát arra is a napi cuccokra is. Igen, az élelmiszerrel azt kell mondjam, hogy aránylag jól tápláljuk, aránylag, hát kifejezetten jól, olyannyira, hogy válogatósakká váltak az egyesek igen. Már. Hús fél létetetünk, meg... Igen. Főtrist, főtésztát, attól függ, hogy mit, főleg a téli időszakban kicsit zsírosabban is, úgyhogy elég jó kondícióban vannak a kutyáink. Emiatt aztán nagy mértékű élelmiszeradományra most egy jó darabig azzal a tavalyi adománnyal úgy gondolom, hogy problémamentesen el leszünk. Ezért az állatpatikában is kértük azt, hogy aki szeretne nekünk tápot venni, akkor szóljanak neki, hogy inkább, ha lehet, akkor a gyűjtődobozba helyezze el az arra szánt összeget, mert az állatorvost azt hamarabb kell fizessük, mint ahogy a kutyáink esetleg éhen maradnának. Úgyhogy kénytelenek vagyunk ilyen megoldásokat is bevetni. Tudjuk, hogy úgy gondolom, hogy a beszámolóból mindenki látja, hogy mindig pontosan vezetjük az adománylistát, tehát minden fillérre elszámoljuk. Mindenki értesül tényleg. Tehát saját célokra mondhatni, hogy nem egy, tényleg még a benzinköltséget sem szoktuk sokszor kivenni. Úgyhogy nagyon igyekszünk azért mi is a saját eszközeinkkel hozzájárulni a működéshez, de ezt nem lehet letagadni, hogy a legnagyobb szükség a pénzre van mindig, mert csak azzal tudunk fizetni, tehát sajnos a táppal nem megy. Igen. Immunerősítőkre, ettől függetlenül szájkos alakra, tehát bármit nagyon szívesen fogadunk. Tehát ilyen apróságokra azért... Igen, és a jövőben megint majd kutyaházakra is szükségünk lesz, mert ugye a kennelek úgy kerülnek majd kialakításra, reméljük, hát ez ugye minden a márciustól függ majd. Úgy kerülnek kialakításra a kennelek, hogy nem lesz ugye beépített kutyaház, hanem mindegyikbe szigetelt ház kerül elhelyezésre, úgyhogy majd ismételten szükségünk lesz a kutyaházakra, és hát nyilván ügyes kezekre a meglévőknek a szigetelésére, illetve egy kis barkácsolásra, hogyha erre van lehetőség. Igen. Szintén visszatérő témán, kicsit gondolom, hogy ennek nagy jelentősége lesz, majd a jó idő beálltával a kutyás hétvégék, vagy minek szoktátok ezt nevezni? Igen, a piknikeket. A piknikek, köszönöm szépen. Így van, ezt egy kicsit most felfüggesztettük ezt a témakört, mert sajnos az energiáinkat teljes egészében leköti a telep. Tervezzük, tehát még mindig nagyon igyekszünk. Hát nem felejtődött el, nem, tehát azért úgy benne van, hogy mondjam,
az agyműködésünk hátsó részébe valahol, csak most nyilván tehát most sokkal fontosabb dolgokra kell. A napi működés az most lényegesen nehezebb, mint amikor a pikniket elkezdtük, akkor ugye nem ezt a telepet nem működtettük, csak kijártunk ugye egy héten egyszer önkénteskedni, azt azért sokkal könnyebb volt leszervezni. Most ez azért jóval több munkát igényel, úgyhogy emiatt került felfüggesztésre, mert hétvégén is beosztjuk általában nyilván a kolléganőket hétvégén már nem lehet kirendelni, és akkor az önkéntesek látják el a feladatokat, úgyhogy emiatt... Mekkora az önkéntes csapat, akik úgy be tudnak szállni? 4-5 fő. De gondolom, hogy ők aztán hűségesen csinálják. Így van, ők azért mindig. Meg hát természetesen most már egyre több olyan szülőre is számíthatunk, akik iskolás korú gyermekekkel kijönnek, és akkor nagyon sokat tudnak segíteni azzal. Azt nagyon jól teszik. Hát meg a kutyáknak ez egy felbecsülhetetlen érték, tehát az, hogy őket gyerekek viszik sétálni, le tudjuk teszteni azt, hogy gyermekekkel nyilván csak akkor engedjük természetesen, ha a kutya teljes mértékben megbízható, de le tudjuk tesztelni legalább azt, hogy viszonyul, hiszen sok kutya nem igazán jól tűri a gyermekek hangját, vagy a kapkodást, vagy azt a mozgásformát, amik rájuk jellemzőek. Úgyhogy ezt is meg tudjuk nézni, hiszen a kutya bármiféle bizonytalanságot mutat ebben a tekintetben, akkor már nem ajánljuk ki gyermekes családba, mert nyilván nem szeretnénk semmiféle problémát a későbbiekben. Igen. Gondolom, hogy a napokban is vannak jelentkezők, akik szívesen vesznek kutyust magukhoz. Igen, azt kell mondjam, hogy nagy a lelkesedés. Hát ez, vannak olyan kutyáink, akik kevésbé tudják, hogy úgy mondjam, eladni magukat. Igen. Kevésbé jellegzetes az arcuk, vagy a pozitív tulajdonságaik inkább személyesen érvényesülnek. Igen. És ugye aki nem látogat ki, annak ezek nem feltétlenül jönnek át egy fotóról. Igen. Viszont nagyon sokan, pont így volt most, egy Nápolyba került egy kutyusunk, ő például kifejezetten meglátták a fotóját, abban a pillanatban, ők most azonnal is jönnek, és mikor lehet útlevelet csináltatni, és jöttek és vitték. Azért jöttek autóval, hogy a kutyát nehogy véletlenül a repülőn valami baj érhesse, és akkor emiatt autóval jöttek inkább haza, és aztán vitték el. Igen. Valahol a beszélgetés elején ugye érintettük a felelős gondolkodást, meg gondoskodást. Azt tudjuk, hogy már évek óta ugye az oltások rendszere az megváltozott, mert már kiplakatírozott időpontok eltűntek, most ugyebár azon, hogy most folyamatosan lehet. Így van. Persze a veszettség elleni oltás ez nyilván csak hát egyedi megoldásokat igényel, tehát nyilván egyedileg kell az állatorvost fölhívni és lebeszélni, és pont ez az, ami sajnálatos módon ugye úgy veszük észre, hogy aki kevesebb energiát fektet bele, hát úgy elfelejti, nem foglalkozik vele, jaj, most másra kell a pénz, akkor majd a jövő hónapban, és hát nyilván ez azért rontja összességében a statisztikákat. Meg sajnos azt kell mondjam, hogy sokszor ezt hallom, hogy úgyse megy ki az utcára. De hát olyan nincs, csak egyszer. Csak és egyszer. Aztán valami baj van, akkor tényleg baj van. Úgyhogy ez nagyon is. Valóban én is láttam már, hogy nagyon barátságosnak tűnő kutyus. Ugye, ha nem is csinált óriási ramazúrit, de megijesztette a gyereket, hogy rámentett. Mert a kutyának is szokatlan volt, ugye, hogy ő a kerítésen kívül forgalomba kikerült. Tehát a zavarodottsága is nyilván okozhat ilyet, meg hát az, hogyha egyébként egy kutya nincsen hozzászoktatva sem a sétához, sem az idegenekhez, csak úgy éldegjen, mint felnőtt, mint a gomba a kert végében, akkor nincsenek olyan szociális interakciója, amik egészségesnek minősíthetők, hanem mindenre vagy félelemagresszíven reagál, vagy pedig hát még az elmenekülés az a jobbik megoldás mondhatni, hiszen akkor kevesebb vagy kisebb a veszélyhelyzet. Olyankor szokott az lenni, hogy elütik és komoly kárt okoz egy autóban például. Igen. És akkor megint ez van, hogy nyomozni kell a gazdáját, vagy megkerül, vagy nem. Legtöbbször sajnos nem szokott, mert nyilván, ha nincsen csipelve, akkor senki nem jelentkezik, hogy az enyém okozott másfél milliós kárt.
úgyhogy sajnos ilyenekre is volt példa. Hát ezzel nem reménykedem, hogy ez meg fog változni. Ez hát csak így tud változni, hogy belenyúlunk a folyamatba. És hát visszatérve arra, az nagyon biztató volt hallani, hogy a könyvtár milyen szép rendezvényprogramot szervezett. Nem tudom, hogy maguk az iskolák terveznek esetleg valami hasonlót, vagy van-e valami. Volt az iskolákban is, az Állatok Világnapja kapcsán szoktak rendezvényt tartani. A gyakorló általános iskolában mi szoktunk kivonulni, most is több kölyök kutyával, kis óvodával mentünk ki. Az is úgy gondolom, hogy mindig pozitív. Mert ez kevésbé az egyesületre irányul, de tőlük is elképesztő mennyiségű táp, illetve pénzadományt kaptunk. Illetve más iskolákból is kirándultak a gyerekek osztályfőnöki óra keretében. Az is úgy gondolom, hogy az talán egy még jobb tapasztalatszerzés, hiszen akkor a helyükön látják az összes kutyát, megnézhetik. Nyilván az a kutyáknak is egyfajta stressz tűrő képesség vizsgálat, mondjam, mert a sok gyerek egyszerre. De ők is nagyon jól szerepeltek, és a gyermekeknek meg egy kifejezetten kellemes kirándulás volt, úgy gondolom. Nyári tábor keretében is voltak kint gyermekek, úgyhogy egyre pozitívabb az együttműködésünk. Igen, mert ez azért jó, mert talán ott a gyerek is mindjárt hamarabb szembesül azzal, hogy ő is felelősséggel tartozhat. És igyekszünk, ugye ott közelibb maga a probléma, hogy úgy mondjam, és könnyebb arról beszélni, hogy elmondjuk, hogy mondjuk Rexike innen és onnan érkezett, és ezért került ki, és az összefüggések végét is látják, hogyha erről csak mesélünk, az kevésbé közel, hiszen az a fantáziára van bízva, kinek milyen mértékben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és izgalommal várjuk majd a pályázati. Én is köszönöm szépen, feltétlenül beszámolok róla. Köszönöm. Mi is visszavárunk. Kedves nézők, remélem, hogy önök sem unatkoztak, és hogy elnök asszonytól hallhatták, ha valaki szeretne lendíteni a kutyusok sorsát, vitelét illetően az egyesületet szeretné támogatni, akkor keresse meg akár elnök asszonyt, akár munkatársait személyesen is, mert hogy az állatorvosok nem lehet, bizony, tetszik vagy nem tetszik, csak pénzzel lehet támogatni, illetve fizetni a szolgáltatásaik fejében, de hát ez így megy hosszú idő óta. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép esti órákat kívánok. Aludjanak, jól álmodjanak, szépeket, és ébredjenek frissen. Holnap jövünk a szokott időben. Minden jót a holnapi viszontlátásig.